Sok szeretettel köszöntöm a Civil Út Akadémia nézőit, és hát most már ez az interjú sorban is a negyedik interjúnk lesz, és vendégem Pálffy Balogh Márta, aki egy nagyon-nagyon szép és nagyon kedves előadást tartott nekünk a Milton Friedman Egyetemen, a Senior Akadémiánkon a táncról, és azon belül is az argentin tangóról. Hát nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy Márta, egy pár mondatban mutass be magad, és mesélj arról, hogy hogy jutottál el ehhez a fantasztikus tánchoz. Rólam annyit érdemes tudni, hogy sokáig semmi közöm nem volt semmilyen mozgáshoz és tánchoz. 45 éves korom körül talált meg a mozgás és a tánc, és annak a szerelme azonnal. Véletlenül becsöppentem egy argentin tangó órára, aminek a hangulata azonnal megfogott, főleg az, hogy nem konkrét lépések voltak, és nem kellett táncolni, hanem önbizalomfejlesztő lépésekkel, gyakorlatokkal dolgoztunk, amire azt éreztem azonnal, hogy szárnyalok olyan, mint a táncolnék, és nincs dolgom. Úgy értem, a dolgom az van, csak ha a másik tudja a saját dolgát, akkor én tudok csak a saját dolgommal foglalkozni, és nem kell átmennem a másik szerepében. És ez volt az akkor, amikor eldöntöttem, hogy én tangozni fogok. És egyébként így a családi hagyományban, vagy neked a múltadban volt-e valamilyen táncos történet? Táncos történet, szerettem volna balettozni, de a balettintézetben nem feleltem meg, mert övérkésnek gondoltak, meg tömzsinek, meg nem voltam elég laza. Nagymamám sokat táncolt gyerekkorában, de anyukámnál már ez már nem volt, inkább csak házi buli, én még házi buliban sem jártam, sőt, szilveszteri buliban sem voltam, egészen amit tangozni nem kezdtem. És hát ebből adódik a kérdés, hogy számodra hogyan foglalható össze, hogy mit jelent ez a tánc, meg ez az életforma, ugye, mert tegyük hozzá, hogy ez egy kicsit komplexebb. Másrészt pedig azt is, hogy szerinted ez miért ajánlható a mi korosztályunknak, illetve akár a nálunk idősebbeknek is? Nekem ez egy szabad szárnyalás, a megfelelések elengedése, az elvárásokmentes kommunikáció. És hogy miért ajánlható az idősebb korosztálynak? Azért, mert úgy lehet összerakni a gyakorlatokat, úgy lehet összerakni a táncot, úgy lehet tanulni, hogy mindenkinek személyre szabottan lehet ahhoz képest kialakítani ezt a mozgásformát, hogy az ő teste, az ő testtudata, az ő jelen élethelyzete mit enged. Hozzánk jelenleg általában olyan 65-75 közötti korcsoport jár, de már volt 83 éves tanulónk is, mondjuk ő sokkal aktívabb volt, mint 3-20 éves. Azt is hozzá kell tennem, pörgött, forgott mindig, és elképesztő vidám volt, és olyan élet szeretettel és olyan élettapasztalattal, amit tényleg tanítani kéne mindenhol. És mi minden órát úgy állítunk egyébként is össze, hogy van nyilván egy váza az órának, meg mit szeretnénk átadni, de hogyha látjuk, hogy valamiért nem működik, mert mondjuk csípőműtétje volt az illetőnek, és a keresztmozgások nem olyan jók, vagy gerinc problémái vannak, akkor ki szoktuk hagyni azokat, és átalakítjuk a táncnak az egész struktúráját, hogy nekik is élvezhető legyen. Mekkora csoportokkal dolgozol? A minimum az 5 pár, a maximum az 15 pár, de ez mindig a teremtől függ, attól függ, hogy van lehetőség. Annál többen nem is szeretek, mert így is akkor nehéz egyébként jobban segíteni. És az a nehéz helyzet van ebben a korosztályban, ugye kevesebb a férfi. Régen Argentinában 3-szor annyi férfi volt, akkor szerencsésebb helyzetben voltak a nők, sajnos most pont fordítva van a helyzet, az életkorból adódóan sajnos több az özvegy, és később jönnek rá, hogy most jött el az ideje, hogy végre táncolhatnak, és szabad-e táncolni, és szabad-e egyedül megélni ezt az örömforrást, hogyha az embernek nincs partnere, és akkor megoldjuk úgy, hogy legyenek a másik csoportból jöjjenek férfi partnerek, mert nőkkel nem szeretnek táncolni, főleg ebben a korcsoportban, ami teljesen érthető. És jobban kell akkor odafigyelnem arra, hogy aki többet tud, már már régebben jár, illetve akinek más a hozzáállása, ahhoz képest tudjuk itt formálni a helyzeteket. 15 párnál többen nem szívesen dolgozunk. Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy általában a szenior oktatásban ugye sokan azt gondolják, hogy a plenáris előadások azok mennyire fantasztikusak, és elbűvölten mutogatják a képeket, hogy 900-an meg 800-an ülnek az előadásokon, de én is azt látom, amit mondasz, hogy igazából foglalkozni a szeniorokkal, tehát úgy, hogy heti szinten odafigyelve, rájuk koncentrálva, valószínűleg ilyen kisebb létszámokban lehet. És beszélve, hogy igénylik az órákon kívüli kommunikációt is. Tehát nem csak arról van szó, hogy lemegy a 60 perces óra, és mindenki elköszön.
tapasztalataikat, akkor arra az ember reagál. Tartunk külön csoportos tánc délutánokat, ahol sütit hoznak, az a neve, hogy tangó és zserbó, hogy kicsit vannak a zserbókori hangulatnak, amikor sütnek, jönnek, mennek, vidáman mulatnak, egymással beszélgetnek, kapcsolódnak, összejárnak egyébként, kirándulnak is együtt, kártyáznak, mert egy csomó olyan tangón kívüli elfoglaltságra is szert tettek ezáltal, ami régen nem volt az életükben, és kellett hozzá ez a fajta kapcsolódás. Sokan kritizálták is, hogy én miért akarom kivonni az időseket, és miért nem integráljuk be őket, holott pont a tangónál ez egy befogadó közösség, és mindenki tárca pontosan azért, mert hogy finom mozdulatokra épül, és nincsenek nagy figurák benne, amit látnak az emberek a színházban, a színházi figurák, tehát nyilván az a szociális tánc esetén nem fordul, vagy csak ritkán fordul elő, attól függ, milyen eseményen vagyunk. Az argentin tangó, mint mozgásforma, az mennyire nehéz? Mert ugye elsőre az ember látja a színpadon, azt mondja, hogy jaj, nekem itt már majd, hogy nem szaltoznom kell, de valójában ez a szenior formájában milyen körülbelül, tehát milyen igénybevételt jelent? Szenior formájában nem jelent igénybevételt, és az a tapasztalat, hogy mindenkinek javult mindenféle izomcsoport működése, ízületek. Van például izomsorvadásos tanítványunk, akinek az olvasnaváról azt mondta, hogy szinte csoda, hogy a testével elkezdett működni. Mindenkinek javult a térde, a csípője, mert olyan finom mozgásokat alkalmazunk, és kifejezetten kiveszünk azokat a mozdulatokat, amiket tanítanak egyébként argentin tangóba, de mi nem gondoljuk, hogy ebben a korosztályban meg kell tanulni, bár mindenkit vonzanak ezek az akasztások, meg döntések, meg színpadi mozdulatok, de igazából a társas táncban, az argentin tangóban ennek nincsen szerepe. Az ölelésnek van szerepe, a sétának ölelésben. Az argentin tangóban nincsen például tánctartás. Ölelésnek mondjuk van közelölelés, és van távolabbi, nyitottabb ölelés, és ennek a hatása, ami fontos, az, hogy mennyit érintjük meg a másikat, mennyire engedem magamat én közel a másikhoz, hogy ő mennyire enged be magához, és ez a kapcsolódás adja az egésznek a lényegét, nem pedig a lépések. Nyilván meg kell tanulni bizonyos alaplépéseket. Előre menni, oldalra menni, hátra lépni, hogyan lehet a kereszt mozdulatokat megoldani. Ha ezekre nincs lehetőség, hogyan lehet egy perdüléssel, egy fordulással valamit megoldani, de a nagy mozdulatokra nincsen szükség, tehát egyáltalán nem terel, hanem vitalizál az argentin tangó. Ezáltal ugye akkor tulajdonképpen mindenkinek ajánlható, kivétel azok tényleg, akik már nagyon komolyan korlátozottak a mozgásukban, viszont azt is látom a te által elmondottakból, hogy bizony itt te nem arra edzed a hallgatóságodat, hogy különböző fesztiválokon fellépjenek és sikereket érjenek el, hanem hogy inkább arra, hogy egy jó közösség legyen, amelyik fizikailag, lelkileg és szellemileg aktív. Ugye ezt jól értem? Sokan nehezményezték, hogy én miért akarom kivonni az időséget ebből a közösségből, ott az argentin tangó mindenki tánca, de én ezt fordítva gondolom egyébként, mert más, aki elkezd tangozni 30-40-50 évesen, és beleérik abba a korba, és teljesen más, aki 60-70-80 évesen határozza el magát, hogy táncolni kezd, és nem mer elindulni olyan közegbe, ahol vannak fiatalabbak. És én pont fordítva csinálom, én azt szeretném, hogy eljönnek hozzám, megszeressék ezt a táncot, megtalálják abban azokat a lépéseket és azokat a kapcsolódási lehetőségeket, amik számukra, mindenkinek megvan a saját tangója, ami számukra elfogadható, és utána menjenek, nyissanak a közösség felé, találják meg azt a közeget, ahol ők jól érzik magukat. Budapesten hála Istennek, és most már vidéken is egyre több helyen, hét nap a héten lehet táncolni. Meg kell tanulni azt, meg kell találni azt a helyet, hogy hol tudom én magam jól érezni. Szoktuk őket biztatni, hogy együtt menjenek el egy tánc eseményre. Itt a nyár most már vannak szabadtéri milongák, és milongáknak nevezünk a tánc eseményt, ahol táncolni járunk. A Vigadókök, a Várban, különböző múzeumoknak a portikuszán szokott lenni argentin tangó táncest. Elképesztően szép, amikor az argentin tangó zenéje különböző korcsoport táncol ölelésben, olyan, mint egy nagy energiabomba, ahogy megyünk körbe-körbe, olyan flow élmény, amit tényleg csak azt tud átélni, aki ezt kipróbálja. Hát ezt nagy szeretettel ajánlhatjuk mindenkinek, részint először nyilván úgy, hogy elmegy és megnézi, és akkor azt mondja, hogy ez na, akkor kedvem van, és akkor elbeszélget veled, vagy azzal a tánctanárral, aki ezt éppen ugye a csoportban oktatja. Egyébként az argentin tangót, azt így szenioroknak Magyarországon hányan tartják, vagy vannak-e ilyenek rajtad kívül? Rajtam kívül nincs, de minden csoportban egyébként vannak idősebb korosztály. Itt az a kérdés, hogy ők korábban kezdtek el tanulni, és beleértek ebbe az élethelyzetbe, vagy
későbből mennek el, ilyen is van. Nyilván könnyebb helyzetben van az, akinek van saját partnere, az könnyebben tud az elején integrálódni egy vegyes csoportba, mert nem az volt a tapasztalatom 2014-ben, amikor elkezdtem kifejezetten a szenior tanúval foglalkozni, előbb-utóbb kiesnek, akik akkor kezdenek el, mert gyorsabb az ütem, nekik nem biztos, hogy azok a mozdulatok valók, picit bizonytalanabbak, más a testtudatok, és nekik nagyon jó volt ez, hogy így külön lehetett. Tehát így kifejezetten szenior tangó csak nálam van, de én mindenkit biztatok, hogy amikor már pár lépésen túl van, akkor menjen, nézzen körül, tapasztalja meg, hogy máshol más, hogy tanítanak. Mindenkitől lehet valamit tanulni, és zseniális, szuper felállók vannak Magyarországon. De ez nagyon jó hír, és azt szeretném tőled kérdezni, mert hogy a Civil Út Akadémián ezt is fel lehet tenni szerencsére kérdésként, hogy a te csoportjaid azok hol működnek. Tehát ha valaki meg akarja nézni azt, hogy ti ezt hogy csináljátok, milyen ez a közösség, hogyan érzitek magatokat a parketten, meg egyébként, akkor hol tudnak téged megtalálni, hol keressenek? Jelenleg a Budai Tagoklub keretén belül tartjuk az óráinkat, ez a 6. kerületben a Szondi utcában van, de a honlapunkon a seniortagok.hu minden információ fent van. Sajnos az évad lezárt most jövő héten, tehát az utolsó óráink jövő héten, hétfőn és szerdán vannak, és még zárjuk egy tánc délutánnal, június 25-én, aminek az a neve, hogy Tango és Ergo, az egy vasárnap délután, ahol 4-től 7-ig táncolunk, Tango DJ van, aki a hangulatnak megfelelően szerkeszti a zenét, a tanítványok hozzák a süteményeket, beszélgetünk, kiszúk, táncolunk. Az iváson a kávét és az üdítőt értem nálunk. Érdekes módon itt az argentin tangóban minimális alkohol sem nagyon fogy, már semmi probléma vele, főleg, hogy vannak isteni argentin borok, érdemes kipróbálni azokat is. És aztán szeptembertől újraindulunk, feltehetőleg egy szerdai napon, ezt még nem tudom egészen biztosan, de holnap minden információ időben fenn lesz, és tudok egyeztetni. Köszönöm szépen, Márta! Ugye ezt a honlap címet ezt ki is fogjuk rakni most itt a videó alá, tehát akit jobban érdekel ez a dolog, azt szeretettel látjuk ott is, illetve hát én már megosztottam veled azt a merényletemet, hogy ősszel is nagyon szeretném, hogy egy pár helyszínünkön előadást tarts, tehát nagy valószínűséggel a kőbányai és a kispesti programban is találkoznak majd a Civil Út Akadémia nézői veled. Még egyszer nagyon-nagyon köszönöm, Márta, hogy rendelkezésemre álltál, nem titok, hogy egy ilyen exotikus délelőtti időpontban szerveztük meg ezt a beszélgetést, mert hogy mind a ketten ekkor értünk rá, és hát a Civil Út Akadémia hallgatói egyrészt remélem nagyon, nagyon jól és tartalmasan érezték magukat, és jól szórakoztak a beszélgetés közben, másrészt pedig mindenkit ösztönöznék arra, hogy különböző mozgásformákat válasszanak. Milyen az a feladat, hogy látod, Márta, hogy körülbelül egy 50-60 feletti embernek azért egy héten mennyit érdemes mozognia? Hogy látod ezt a dolgot? Én azt gondolom, hogy mindenkinek amennyi ideje és energiája van. Egy héten egyszer, ha eljárunk tangórára, az azt jelenti, mint amikor nyelvet tanulunk, és épp hogy csak bele-bele kóstolgatunk, hogy olyan szinten tudunk haladni. De bármilyen mozgásnak azt szokták mondani, hogy legalább egy héten háromszor, négyszer érdemes minimum 30 percet foglalkozni vele, akkor tud az izommemória jobban működni, akkor tudunk készségszinten, képességszinten fejlődni. Egyébként mindig egy picit újra és újra kell kezdenünk, de időnk az tenger van, hála Istennek, mert ki tudja, hogy ennyi időnk van, ezt érdemes maximálisan kihasználni. Ez egy hobbi vagy egy életforma, ki mennyi energiát tesz ebbe bele. Először majdnem mindenkinek hobbiként indul egyébként, aztán egyre jobban beleszeret, és a férfi hallgatókat, nézőket biztatnám, hogy aki egyszer elkezd tangózni, az sokszor sokkal jobban ott ragad, mint a hölgyek. Valamilyen módon az érintés, a zene, a tánc, ez a vidámság, meg az együttlét az olyan fokon szabadítja fel az embereket, hogy ez tényleg csak azt tudja megélni, aki ezt kipróbálja, és tényleg biztatom a férfiakat, hogy ez egy csodálatos dolog egy ilyen közösségbe mozogni. Csodálatos emberek vannak. Érdemes kapcsolódni és új barátságokra szert tenni, aztán ki tudja végre. Így van. Nagyon köszönöm, Márta, és nagyon köszönöm a Civil Út Akadémia hallgatóinak. Annyit szeretnék még mondani, hogy az odaadó.hu oldalon megtalálják ugye az odaadó portál szolgáltatásait. Ott van egy nagyon érdekes adatbázis, amivel összekapcsolódva rengeteg mindennapi segítséget tudnak kapni, különböző igények felmerülte kapcsán, és egyébként pedig a videótárat és a tudástárat is nézzék meg. Ez utóbbiba a videótárba fog felkerülni
majd a Pálffy Balogh Mártával folytatott interjúm. Nagyon köszönöm, Márta, még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál, és kérem Önöket, hogy a továbbiakban is kövessék a Civil Út Akadémia videóit. Nagyon köszönöm mindenkinek.